Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, egy gól esett mindössze ebben a játékrészben. A 27. percben Pap Roland takarásból leadott váratlan lövése beakadt a Teveli kapuba 1-0. Szünet után a nagy melegben már kijött a két csapat közötti tudáskülönbség. A Tevelieken szinte átfutott a középpályán a bajnoki címvédő, sorra dolgozta ki helyzeteit Köllőr Alány csapata, és beindult a gólgyártás. Csigi remek átíveléséből Pap Roland szerzett újabb gólt 2-0, majd szöglet után az új igazolás Csigi Ádám fejjel már 3-0-ra növelte a vendégcsapat előnyét. Jött az újabb bonyhádi gól, de 4-0 után sem adta föl a lelkes hazai alakulat. Egy előreigbelés után Tóth Dénes, kihasználva a kapus és a védők elmillázását, szemfüles gólt fejelt a 85. percben. 4-1. A hátralévő 4 percben mindkét csapat még egyszer-egyszer betalált, így alakult ki az 5-2-es végeredmény. Eldőlt, a Paksi Ese, a Szekszárdi UFC és a Tamási mellett a Bonyhádi jutott fel Tolna megyéből a Magyar Kupa országos főtáblájára. A tavalyi bajnok Bonyhád csapatában a csatárposzton bajnok és kupameccseken is bemutatkozott az új nyári igazolás, a Szekszárdi UFC-ből érkező fiatal Csigi Ádám, akit már az elmúlt években NB3-ban is bevetett nevelőegyesülete. Hosszú sérülés utáni lábadozás is zavarta Ádámot abban, hogy gyökeret verjen a szekszárdi felnőtt csapatban, és felépülése után bizonyára a több játék lehetőség miatt a megyebajnok följutási célt is kitűző Bonyhádat választotta. Jó sikerült a bemutatkozása, a Tamási elleni rangadón gólpaszt adott az új csatár, a hétközi Magyar Kupa meccsen pedig az egy gólpassz mellett kétszer is betalált a Tevel kapujába. Jól érzem magam. A mai mérkőzés az kötelező volt, mint ahogy említetted. A Tamási elleni rangadót azt sajnálom, mivel az egy hozható mérkőzés lett volna, az utolsó percben, úgy a 93. percben vesztettünk pontokat. Ezt sajnálom nagyon, és egyénileg meg azon a meccsen úgy gondoltam, hogy a csapat a legfontosabb. Ezen a meccsen is így gondoltam, de most gólokkal is hozzá tudtam járulni a sikerhez. Úgy tűnik, a Bonyhád meghatározó játékosával, Pap Rolanddal remekül kiegészítik egymást. Eltérőek ugyan az erényeik, de nagyon működőképesnek tűnik ez a páros kapcsolat a Völgységiek támadó játékában. Gólpaszt adtak egymásnak. Úgy gondolom, hogy jól kiegészítjük egymást, felváltva. Van, hogy én adom be neki a labdát, van, hogy én adja be nekem, ezt váltogatjuk, és eddig úgy látszik, hogy sikeresen. Ma is adtam neki gólpaszt, múltkor is én neki adtam a gólpaszt, szóval próbálok neki gólpasszokat adni, hogy ő is gólokat tudjon szeretni. Az NB1-es Paks az NB3-as Szekszárdi UFC mellett, a megyei első osztályból a Tamási mellett a Bonyhád VLC várja a sorsolást a labdarúgó Magyar Kupa országos főtábláján.